Tisztelettel felkérem legfőbb ügyész urat az ünnepség megnyitására. Tisztelt legfőbb ügyész úr, tisztelt elnök urak, tisztelt miniszter úr, tisztelt elnök helyettes úr, kedves kollégák! Több mint 30 éve, 1991 óta emlékezünk meg június 10-éről, arról, hogy 1871-ben ezen a napon hirdették ki a Magyar Királyi Ügyészségről szóló törvényt, megteremtve ezzel a modern magyar ügyészséget. Az ügyészség napja évről évre alkalmat ad a visszatekintésre, számvetésre, ugyanakkor arra is, hogy felmérjük az előttünk álló feladatokat, kihívásokat. Csak a múlt eredményeire építkezve lehet olyan jövőt tervezni, amelynek során a további sikeres működés garantálható, a hibák pedig kiküszöbölhetők. Teller Ede világhírű magyar tudós, aki az úgynevezett marslakóknak, marslakók csoportjának volt tagja, ugye azokról a világhírű magyar tudósokról van szó, akik a tudomány eredményeihez oly sokat hozzátettek és öregbítették jó hírünket a világban. Szóval ő mondta, hogy a múlt létezik, de a jövőt minden atom, minden csillag, minden pillanatban újra alkotja. A történelmi múltra épülő jövőbetekintésnek napjainkban még a korábbiaknál is nagyobb szerepe lett. A minket körülvevő világ változásának intenzitása és volumene oly mértékű, amely mellett az alkotmányos szervek, így az ügyészség eredményes működése is csak folyamatos megújulással érhető el. Nem csupán a magunk mögött hagyott, reméljük, hogy így van, pandémiás évekre, vagy éppen a Magyarország határától nem oly messzire dúló orosz-ukrán háborúra gondolok, jól lehet ezek a körülmények már önmagukban is jelentős hatással vannak a munkánkra, hanem a technológiai, kommunikációs, informatikai fejlődésre, a mesterséges intelligencia térhódítására, mely jelenségek a társadalmi folyamatokat alapjaiban befolyásolják, így a bűnözés struktúrájának, összetételének megváltozását is maguk után vonják. Ugyancsak Teller Ede mondja, a jövőtől félni nem csak gyávaság, a tudománytól, technológiától félni pedig bűn. A technológiát nem szabad ellenezni, a technológiát irányítani kell. Nem a tudást, mert annak nincsenek korlátai. De amikor a tudás gyorsan szaporodik, akkor mind többet és többet tehetünk, és akkor óvatosnak kell lenni, hogy amit teszünk, nehogy félre sikeredjék. Az újonnan megjelenő, a társadalomra valamilyen formában veszélyt jelentő cselekményekkel szemben, ezért az államnak gyorsan, de hangsúlyozottan, nagyon körültekintően kell fellépnie ahhoz, hogy garantálni tudja az alkotmányos, valamint a gazdasági rend fenntartását, illetve az állampolgárai és területén tartózkodó személyek biztonságát, az őket megillető jogok érvényesülését. A rohamosan változó világban az igazságszolgáltatás tevékenysége szükségszerűen felértékelődik. Felértékelődik egyrészt azért, mert a hatályos normatív környezetben megpróbál azonnali, hatékony, ugyanakkor a jogállami elveknek megfelelő választ adni az új jelenségekre. Másrészt viszont azáltal, hogy felhívja a jogalkotó figyelmét a szükséges változásokra és változtatásokra. A jogalkalmazása feladatát akkor tudja eredményesen teljesíteni, ha az arra hivatott szervezetek már a változások bekövetkezését megelőzően képesek azonosítani azok lehetséges irányát, a társadalmi folyamatok eredményeire előre felkészülnek, a nem kívánatos jelenségekre pedig preventív módon is reagálnak.
Az igazságszolgáltatás felértékelődésével kapcsolatban két olyan tényezőre szeretnék röviden kitérni, amely a változásokhoz való alkalmazkodást, és így az ügyészség hatékony működését is alapjaiban befolyásolja, és amelyek összefüggésben állnak a mai ünnepségünk két viszvendégének példamutató munkásságával. A már említett technikai fejlődés, az országhatárok átjárhatóbbá válása jelentősen erősítette a bűnözés nemzetközi jellegét. Az állam büntető igényének eredményes érvényesítése, illetve a büntetőhatalom hatékony gyakorlása ma már elképzelhetetlen nemzetközi együttműködés nélkül, így az országhatárokon átívelő összefogás szükségszerű, és ennek velejárója lett az a kapcsolatrendszer, amely az utóbbi években kiépült. Ez a fejlődési folyamat egyértelműen megfigyelhető az Európai Unió jogalkotásában is. Az egyes tagállamok viszonylatában az igazságügyi együttműködés az elmúlt évtizedekben egyre szorosabbá vált. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor azt is, hogy az uniós jogharmonizációnak is vannak az előremutató jelenségek mellett korlátai. A sok közös vonás mellett az egyes tagállamok, régiók sok tekintetben különböznek is egymástól. Adott esetben éppen a büntetőjogi normarendszert, hagyományokat, illetve az igazságszolgáltatásban közreműködő ügyészség alkotmányos helyzetét illetően. Éppen a körülményekre figyelemmel van kiemelt jelentősége a kölcsönös bizalom elvének, amely az uniós együttműködés legfőbb alapjaként elfogadhatóvá és áthidalhatóvá teszi az egyes tagállamok jogrendszerei közötti eltéréseket. A kölcsönös bizalom megteremtéséhez és erősítéséhez jelentős mértékben hozzájárul, ha az egyes tagállamok alkotmányos szervei a kétoldalú kapcsolataikat külön is fejlesztik, megismerve egymás normatív környezetét, jogalkalmazási módszerei jó gyakorlatát. Ezek a formális és informális együttműködések uniós szinten összeadódva teszik egyszerűbbé a harmonizációt, a közös gondolkodást, és teszik eredményesebbé a bűncselekményekkel szembeni fellépést. Dr. Franz Plöhur, az Osztrák Köztársaság legfőbb ügyésze, hivatali ideje alatt végig és következetesen arra törekedett és törekszik, hogy az Európai Unión belül az egyes tagállamok közötti együttműködést, illetve konkrétan az osztrák-magyar kétoldalú kapcsolatokat erősítse. Úgy gondolom, hogy az osztrák és a magyar ügyészi szervezet között kialakult szoros munkakapcsolat a kölcsönös bizalom mintájául szolgálhat az egész Unió részére. Az állam büntetőigényének eredményes érvényesítésében a nemzetközi igazságügyi együttműködés mellett az egyes hivatásrendek közötti harmonikus szakmai viszonynak is hasonló jelentős szerepe van. A büntetőeljárás egyik legfontosabb alapelve a funkció megosztás, és nem véletlenül. A három fő eljárási funkció a vád, a védelem és ítélkezés nélkülözhetetlen eleme az eljárásnak. Jól lehet, a vád és a védelem szemléletmódja, fókusza sok tekintetben különbözik egymástól. Ideális esetben mindkét eljárási funkció az anyagi igazság kiderítésére és az eljárásjogi szabályok maradéktalan érvényre juttatására törekszik. E célok elérését szolgálja a kontradikció, melynek során a felek befogadják és értelmezik mások gondolatait, majd azzal összefüggésben kifejtik saját álláspontjukat. Teszik mindezt a kölcsönös szakmai tisztelet jegyében. Úgy gondolom, talán az utóbb említett tényező a legfontosabb, amely nélkül eredményes büntetőeljárás aligha képzelhető el. Az elmúlt évtizedekben a Magyar Ügyvédi Kamara és Magyarország ügyészsége között a szakmai kapcsolat maradéktanul a már említett kölcsönös tiszteletre épült. Dr. Bánáti János a kamara elnökeként a szó legnemesebb értelmében kiváló vitapartner volt és maradt is. A tárgyalóteremben és a szakmai egyeztetéseken egyaránt. Köszönjük, elnök úr, több évtizedes erőfeszítéseit, amelyeket a hivatásrendek együttműködésének erősítése érdekében tett.
Tisztelt kollégák, kedves vendégek! 1871-ben, 152 évvel ezelőtt elődeink, az akkori neves jogalkotók és jogalkalmazók lerakták az alapjait a modern magyar ügyészségnek. Ma, 152 évvel később, olyan kihívásokkal kell szembenéznünk, amelyek, mint most hint az időjárás is, igen borúsnak festik le a jövőt. De nem szabad a pesszimizmus hibájába esnünk. Újra csak Tellerede gondolatait idézném. Az optimista olyan ember, aki úgy gondolja, hogy a jövő bizonytalan. De állítom, optimistának lenni kötelesség, mert ha elhiszem, hogy a jövő bizonytalan, akkor megnő a felelősségünk, hogy ebben a bizonytalanságban azt tegyük, ami a legjobb. Optimistán és felelősségteljesen cselekedve lesz jövőnk is. Köszönöm szépen a figyelmüket!